Sziasztok, srácok, hello mindenkinek, itt a Gyűjtőket közül videó, most nem más lesz, mint a kiváltságkutatót fogjuk megnézni a Minecraftban! Na de srácok, ugye akkor az elején pár kérdés kikeresek és válaszolok rá nektek. Lesz majd Fortnite? Nem hiszem, hogy lesz ez a csatornámon Fortnite, de az egy próbát megért, hogy megkérdezted. Miért titkolod a HD skined? Nem értem, hogy miért titkolnám, vagy nem tudom mi a problémád, én nem titkolok semmiféle skint. Mi a kedvenc ételed? A kínai. A kínai kaja az, amit most nagyon-nagyon szeretek. Na, de srácok, akkor kezdjünk is neki, ugye itt van szokásosan Kis, akit most le is fogunk spamnolni, megkapja a csontokat, és menjünk be az első kútba a gyerek is, és akkor ugorjunk is le. A piros kívánság kútba, nem tudom srácok, hogy ez pontosan hol fog vezetni ez a kút, de le kéne ültettem a kutyát, nem kéne, hogy itt meghalljon, ez milyen, tip, ültesd le a kutyust, ó, oké, rendben, de konkrétan, Kis, gyere le, Kis, gyere le, jó, oké, itt van, oké, leültetem a kutyát, nem szólt, hogy meghalljon, jó, rendben van, na, srácok, akkor folytassuk, ez egy ilyen lávás küldetés, ismét, ó, és itt most ezt így hogy? Srácok, tanástalan vagyok, ezt hogy kéne kivinnem innen? Ja, hogy arra kéne mennem? Jó, 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 oké, oké. Rosszul láttam a dolgokat, errefele kéne mennem. Jó, rendben van. Nagyon óvatosnak kell lenni ezeken a lávás feladatoknál, mert nagyon veszélyes és könnyen fel tud gyulladni az ember. Jó, de megpróbálom egy kicsit így gyorsan haladni, hogy ne kelljen itt végig shiftelve mennem, mert valaki beleütött engem. Ne! Jó, álljunk meg, jó. Oké, legalább nem tudok meghalni. De miért van az, hogy itt trollkodik? Jó, oké, át tudtam ugrani, nagyon király. Jó. Miért? Hol, tehát tudok? Jó, oké, túl, várjátok már akkor. Ki volt az? Ott volt valaki, srácok. Jó, most égve maradtam legalább, na mindegy, folytassuk. Ki az? Az jól láttam, hogy az vasember volt? Az nagyon remélem, hogy az vasember volt, mert vasembert szeretem. Szia vasember, haló, jelen... bennem van. Vasember, haló, itt vagy, szia. Hú, de király a színet hallod, de jól nézel ki. Szia Dani, köszi, elegánsba csaptam magam. Na vidd ki, gyors, nem lesz nehéz. Jó, rendben van, megpróbálom kivinni. Látom, hogy itt ilyen ugrálós dolgok lesznek, de... Meg kell minden egyes másodpercben ilyeneket csinálnod, hallod, nem vagy túl jó fej. Jó srácok, jó, rendben van. Nem vagyok messze, nem vagyok. De ez folyton. Tagati! Ne! Jó. Oké. Oké, túléltem, jó. Oké, nincs messze. Vasember, engedj be! Jaj ne! Ez most az egészet kilávázta és oda is befolyik a láva. Ezt hogy kéne megcsináljam? Várjál, vannak blokkjaim. Taktikus vagyok, vasember. Nézd, oké, elértem oda. Gyors, oké. Kivettem, easy. Jaj, hiába fedett be, vasember. Én már túljártam az azt, csak hogy, várjál, hogy jussak be most így, érted? Várjál, taktika, így körbe, jó, oké. Kizártam a lávát, vasember, üdv, hello. Ügyes voltál, Dani, gratu. Baj van, amúgy Thanos életben van, a harmadik kútban találod, és meg kéne ölni a kardot, amit a másodikban találsz. Aha. Jó, akkor ahogy látom, adtál nekem ilyen király szettet, amivel gondolom elősegíted azt, hogy le tudjam győzni. És a következő kútba fogom majd akkor a kardot megtalálni, amivel meg tudom ölni. Jó, rendben van, köszi. Sok sikert, szia, hát... Köszi amúgy, én azt hittem, hogy mondjuk esetleg jössz segíteni, de mindegy. Akkor úgy tűnik, hogy megint egyedül maradunk, de a kutyámért gyors visszamegyek azért. Jó srácok, vissza tudtuk hozni a kutyát nagy nehezen, megkértem vasembert, hogy ebben még azért segítsen. Na de, akkor menjünk a következő kútba, ahol elvileg a kardot fogom megtalálni, amivel majd le tudom győzni. De ez miért van itt? Itt mi van? Itt nem tudok tovább menni, srácok. Ez most így hogy kéne itt bemennem? Haló, valaki, léci, engedj már be! Jó, itt egy valamit ki. Jó, oké. Végre tovább bírok menni, nagyszerű. A kutyám az nem tudom, hogy utánam fog-e jönni, de remélem, hogy majd ide. De jó, hát. Persze a pókhálós dolgok a kedvenceim, azokat kell ide rakni, gyönyörű. Srácok, kiütnek. Ne. Kiütöttek alattam valami izét, gödröt. Ne. Hagyj békén, nem akarok odaesni. Ki lehet ez, srácok, aki itt, oké, jobbra vagy előre megyek. Jó, nem fog beleesni, nagyon remélem. Csak a kutyám se spamnoljon bele, mert akkor annak vége lesz. Jó, oké, kiütötték a izét, meg le tudtam jönni.
Kutya, valahogy tépéz már rám úgy lassacskán, vagy nem tudom. Na mindegy, srácok, én neki kezdek ennek a jumpolós részek, amik általában legjobban az idegémre szoktak menni, de nem azért mondom, kedves, ott van a kutya, gyere, itt megint ülj le, légy szíves, mert megint egy veszélyes helyen vagyunk. Jó, srácok, nekiindulunk újból, de megint leesek. Nagyon utálom, hogy ezeknél a jumpos részeknél mindig előről kell kezdeni, legalább valami pontokat adhatnának, hogy legalább ne kelljen mindig előről mennem az egésznek neki. Jó, rendben van, innen kéne egy nagy levegőt venni. Megijedtem! Miért? Ne! Ez mi volt? Leestem is vissza. Miért kell a frászt rám hozni az embereknek, halljátok? Jó, rendben van, ennyi félelem után megpróbálom ismét kivinni, de amúgy nagyon elegem van abból, hogy folyton miért kell ilyen nehéz jumpokat csinálniuk, halljátok? Miért nem lehetne valami, mit tudom én, egyszerű kis jumpolós feladat? Jó, beragadtam, amíg legalább be vagyok ragadva, nem tudnak engem leütni. De utálom, látok, nagyon-nagyon szeretnek még trollkodni a Minecraftban. Jó, srácok, új kezdetek várnak ránk, menjünk előre és vigyük ki a jumpot, hogy meglegyen a leesek, nagyon jó. Valami most itt villámozott, srácok, az biztos, hogy egy jel akar lenni, de én nem hiszek a jelekben, és én inkább tovább viszem. Leesek, ki voltok? Az ott volt valami srác, srácok, ez jó volt, ott volt valami srác, srácok. Ki kéne deríteni, hogy ez ki, és miért akar engem megtrollkodni, hogy ki, várjál, de azaz belém villámozott, és hőskapitány, lol, szia hőskapitány, de figyelj hőskapitány, te miért trollkodsz engem? Szia Dani, bocsi csak, szeretek játszadozni a kék gyapjú a kedvenc blokkom, szóval azzal foglak szivatni, sok sikert, hőskapitány. Figyelj, nekem most le kell győznöm Thanost. Thanost, ti is utáljátok. Meg kell tudnunk valahogy ölni, és nem az lenne a pozitív jel, hogyha te éppen ilyenkor szivatgatnál engem, mert pont, hogy a segítségedre lenne szükségem, vagy valami, még vasember is legalább amúgy nagyjából segített, annyira nagyon nem trollkodott, mint mondjuk te, de ilyenkor elvárnám azért a bosszúállóktól, hogy nem tudom, hogy valami. Ez még belefér, nyugi, jó, rendben van, értem, hogy belefér, csak tök jó lesz, amikor ott vagyok a végén, és konkrétan valaki lelök engem kék gyapjúval, miközben az első két jumpot sem bírom kivinni. Jó, oké, itt neki kéne indulni. Jó, az majdnem belökött engem a célba amúgy közben. De ezt nem mondtad, hogy egy olyan kék gyapjúval fogsz engem ütni, ami ellök engem úgy a fenébe. Oké, segített nekünk. Jó. Ne, hőskapitány, hagyj békén, ne, figyelj, ne. Jó, király, ellöksz a végére, legalább oda belöknél, vagy valami, de nem, ide a végébe. Jó srácok, nem vagyunk annyira rosszul, nem állunk nagyon... Nem áll, de miért? Jó srácok, itt áll velünk szembe hőskapitány, nagyon élvezi, látom a dolgokat, de nem fog ki rajtunk, jó. Oké, benne kell maradni a gyapjúba, itt nem bír minket bántani. Hello, nem figyel. Nem figyelj! Megvan a kard, jó! Megcsináltuk itt a kard, Thanos kardja, és ezzel kéne őt megölnünk. Éleség ezer, hát ebbe, hogyha nem hal bele, akkor szerintem semmibe. Hát gratulálok, de azért az én segítségem is kellett hozzá, jó voltál? Hát nem azért mondom, de mert szerintem 8-szor kivittem volna, hogyha nem lögdösöl, de mindegy, hőskapitány, szép munka, de azért nem értem, hogy miért nekem kell legyőzni a Thanost, és miért nem ti jöttök segíteni, vagy valami, de mindegy. Mert te vagy a kiválasztott, sok sikert, hát nagyon örülök annak, hogy én kiválasztott vagyok, na mindegy. Srácok, akkor folytassuk a pályánkat. Hőskapitány, léci, hozd már fel nekem kis, légy szíves. Nagyszerű, jó, visszajött kis. Na srácok, akkor menjünk az utolsó kútba, ahol elvileg Thanosszal fogunk találkozni. Hát remélem, hogy nem tudom, valami gyengesége legalább lesz, vagy nem tudom, hogy mennyire fürge, mennyire erős, meg mit tudom én, de az biztos, hogy nem lesz könnyű. És egy pókhálós pályán vagyunk, és folyton dobálja nekem valami a láthatatlan cucca izéket, hát érdekes. Jó, srácok, folytassuk, kis, nem tudom, hogy akar-e jönni, vagy most így ő is inkább magamra hagy és itt hagy, de hogy látom, ő se annyira akar találkozni Thanosszal, vagy a többi bosszú álló sem. Srácok, amúgy a komment szekcióba írjátok le, hogy ti már láttátok-e a bosszú álló filmet, hogyha nem, akkor mindenféleképpen nézzétek meg, és ott volt Thanos, srácok, nem már, miért ennyire erős, úristen, milyen íja van, srácok, ezt nem jó, hát nem már, és ott izél,
Ott van Thanos! Ott van Thanos, srácok, jaj ne! Várjátok, be vagyok ragadva itt a pókhálóba, tovább kéne mennem. De Thanos! Thanos! Nem már! Nem már! Ez így nagyon hosszú izé lesz. Srácok, már mindjárt közelebb vagyunk, már mindjárt közelebb vagyunk, de nagyon lövöldöz, nagyon kevés OP-almánk van, és nagyon spórolni is kéne vele. Aj, Istenem, megint beragadok ezekbe. Na, közel vagyunk hozzá, el kéne érni a karddal, de nagyon nem érjük el, és még jobban a végére megy. Thanos, nem menekül ez sokáig, mindjárt utol érlek, de amennyi izé van itt, halljátok, hát soha nem lesz ezeknek vége, de már, jó, nem hiszem el. Annyira utálom Thanos, halljátok, egyre idegesítőbb és egyre bosszantóbb, és ott villámozgatja magát, meg tűzgolyó, meg így, meg mindent ő egyszerre. Nagyon durva gyerek, mindjárt ott vagyunk srácok. Mindjárt el tudjuk érni és meg fogjuk tudni ölni, és bevégezik azt a feladatot, amit nagyon nem nekem kéne. De nem probléma, azaz, jó. Aj, miért van itt ennyi pókháló? Srácok, be kell vennem még egy ópiamat, mert nagyon izé, nagyon durván erős Thanos sajnos, de nem baj, már nagyon közel vagyunk hozzá. Viszont ott zombikat is. Jó, ezeket legalább együttésből meg tudom ölni, ezek az alattvalói, ne! Ne. Jó, közel vagyunk hozzá. Eltűntek a mobjai, srácok, itt van Thanos! Itt van Thanos, jó! Oh, megöltük, jó, még utoljára mondjuk belelökött a pókhálóba. Megöltük Thanos, srácok! És pillanat, oh, mennyi cucc van. Hú, nagyon izé volt, srácok. Belém is villámozott közben valaki, de meghalt. Srácok, sikeresen végre le tudtuk győzni Thanos ennyi kaland és szenvedés után, de nem baj, megérte. Na, srácok, közben itt van már hőskapitány, szerintem már ő is hallotta a hírt. Na, hőskapitány, meg tudtam ölni, figyelj, a Thanos karját én odaadom nektek, vagy neked. Szerintem jobb kezekben lesz nálatok azért, ez mégis csak eléggé erős karnak tűnik. Hát srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor ugye csapassuk egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Ha még szeretnétek hasonló kontentet, akkor pedig mindenféleképpen ugye a komment szekcióba írjatok, hogy milyen kontentet. Hát hallottam a hírt, jó voltál, és végre vége, így is van. Hát srácok, akkor ugye kövessétek be a második csatornámat, amit ugye ott találtok a komment szekcióban, a leírásban. Csekkoljatok le a MC Shopot a Mindset-os termékekért, és a www.mindset.hu-t, ugye, hogyha akartok velünk találkozni. Én Dari voltam, és mindenféleképpen írjátok le, hogy láttátok a Bosszúállók filmet, és mi a véleményetek róla. És hát ja, Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm a megtekintést, sziasztok! Ha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen nézzétek meg a második csatornámat is, ugye, ami a Dani Game. Itt is ilyet minden nap vannak kontentek, és minden nap izgalmasabbnál izgalmasabb videók. Tegyétek meg azt, hogy feliratkoztok, és megnyomjátok a csengőt a feliratkozás gomb mellett, ha még nem tettétek volna meg. És hát ugye lehetőleg a újabb videókat légy szíves tegyétek meg, ugye, hogy lájkoljátok. És hogyha esetleg tetszik a videó, és van valami tanácsotok, amit szívesen adnátok nekem, akkor a komment szekcióban megtettek, hogy odaírjátok a véleményeteket, vagy ugye milyen videót szeretnétek a csatornán. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok ebben a kis videóban, és hát sziasztok!